Kevesebb, mint 10 percig tartott, mire kivágták a Krúdi és a Simon Ferenc utca sarkán álló fenyőfát. Ez a 11 méter magas lucfenyő lesz idén Szolnok karácsonyfája, amely az ünnepek idején a Kossuth teret díszíti. Az idei karácsonyfa a korábbiaknál is különlegesebb, története van, talán csak a 2016-os fenyőfa volt nála szebb. 2004-ben Katalin napon ültették, 15 évig a felajánló család életének része volt, majd most, 2019. decemberében ugyancsak Katalin napon kapja meg ajándékként az összes szolnoki. Mi ezt a fát nagyon szeretjük, 2004. decemberére vettem, 15 éves a fa, és ide áthoztuk, kiültettük, hozzánk nőtt, de egy kicsit magasra nőtt már, és úgy gondoltam, hogy jobb lenne, hogyha a közösségi célokat szolgálna, másikat ültetünk helyette. Az előző évekhez hasonlóan a Szolnoki Sportcentrum idén is egy felhívás segítségével választotta ki a város karácsonyfáját. A pályázatra több felajánlás érkezett, végül a legnagyobb és legszebb 11 méter magas lucfenyő kerülhetett a város főterére. Ebben az évben egy 10-15 fa közül lehetett választani. Sajnos nem voltak olyan szépek, mint amilyen az eddigi években volt. Talán 2-3-at találtunk, az a többi fa a másik település részek tereit fogja díszíteni. A fenyő már a Kossuth téren van. A díszítése kedden kezdődik, majd teljes pompájában november 28-ától várja az adventi faluban a gyerekeket, a szülőket és a párokat, illetve az ünneplőket.